Sziasztok! Arra gondoltunk, hogy csinálnánk nektek egy ilyen last minute karácsonyi ajándékötletes videót. Igazából szerintem kb. Minden évben volt karácsonyi ajándékötletes videónk, de én még mindig nem vettem meg az ajándékokat idénre, nem tudom, te hogy állsz vele. Nekem az összes karácsony az last minute, és gondoltuk, hogy kicsit segítünk nektek, hogyha ti is olyanok vagytok, mint mi. Úgyhogy összeírtunk elég sok mindent, igen, különböző kategóriákba sorolva, amikből ötletelhettek, hogyha szeretnétek, úgyhogy szerintem kezdhetjük is. Jó. Mi alapvetően Palival jobban preferáljuk az olyan ajándékokat, amik ugyebár személyesebbek, vagy valamilyen élményt adni egymásnak, de a listánk élén először tárgyakat szeretnénk nektek mondani. Tehát, hogyha mit tudom, ilyen húztatok egy embert egy karácsonyi húzáson, vagy tényleg, tehát, hogy valakinek kell adni mindenképpen valamit, még akkor is, hogyha szeretitek az illetőt és gondoljátok, hogy ez neki jó ötlet, akkor is lehet végül is személyes, mert most az első ilyen random tárgy az tárgyásnak adjuk. Igen. Szóval az első, az ugyebár egy 2018-as ilyen tervező napló vagy naptár. Vannival nekünk ez a mániánk, az egész életünket naptárakon vezetjük, és idén eldöntöttük, hogy karácsonyra azt adjuk egymásnak, hogy ugyanazt a naptárat, amit kinéztünk, és egymásnak fogjuk megvenni, szóval mindenképpen hasznos lesz, tök jó. És igen, hogy példát is mondjak, például a Joan Jady volt az, amit nekünk tavaly volt, de az nagyon drága naptár, úgyhogy idén nem sikerült rendelnünk az oldalukról, úgyhogy úgy döntöttünk, hogy a Stradivariusban vannak tök jó ilyen kis plannerök idén, és ott fogjuk megvenni. Igen, én még a Libri-ben is láttam egyébként ilyen több profi dolgokat, meg egyébként, hogyha valaki nem szeretné ilyen nagyon extrásat, akkor egy sima papírírószer voltban tele vannak ilyen, ilyen 2018-as naptárakkal. Igen. Úgymond, hogy naptár, nem tudom. Úgyhogy szerintem ez mindenképpen egy nagyon jó ötlet, főleg olyan embereknek, akik mindig, tehát akikről tudjátok, hogy használnák. Aha. Igen, igen. Azért. Az én következő konkrét dolgom egy elég konkrét dolog, ugyanis egy könyv, méghozzá a Páratlanok című könyv Frank Mártontól, és azért szerettem volna ezt a videóba berakni, mert egy ismerősöm kért meg, hogy segítsek úgymond promózni, szóval ez nem fizetett meg egyáltalán, csak odaadta, hogy olvassam el, és hogyha úgy látom, hogy ezt tudom ajánlani. Mert ez is írta, tegyük hozzá, szóval igen, csak igen. Azt mondta, hogy megkérde. Igen, tehát igen, végül is valamennyire ismerem azt, aki írta, és beleolvastam, és nagyon-nagyon tetszett nekem, mert így beleolvastam, igen, hát majdnem el is olvastam már. Ami a lényeges benne, az, hogy szerintem fiúknak és lányoknak is nagyon jó ajándék lehet, mert alapvetően fiúkról szól, de én, mint lány, meg általában a lányok jobban szeretnek olvasni, és szívesen elolvastam, és igazából úgy gondolom, hogy talán a mi korosztályunknál egy kicsit fiatalabbaknak is való, szóval azt mondanám, hogy ilyen akár 12 éves kortól kezdve, nem tudom, hogy kiknek van ajánlva, 18-ig, bárkinek tetszhet. Úgyhogy, hogyha éppen kerestek egy olyan könyvet, ami valószínű, hogy jó lehet fiúnak vagy lánynak karácsony ajándékba, akkor én ezt nagyon tudom ajánlani. A következő, szintén egy basicabb ajándék ötlet, az ugyebár egy társas játék, mármint, hogy nem így egy konkrét, amit szeretnék mondani, hanem csak úgy a társas játékok, mi Pannival imádunk társasozni. És én például a családomnak is most kitaláltuk a testvérekkel, hogy egy kártyajátékot fogunk majd adni egymásnak, mert mint hogy így a szüleinknek főként, mert hogy akkor karácsony éjjel nincs is jobb program, mint amúgy játszani valamit, és reméljük, hogy később is használni fogjuk, mert ezt mindig megfogadjuk, hogy ezentúl hétvégét társasozunk, és aztán így elmúlik az egész. De alapvetően szerintem, hogy a családot így egész évben nézve, vagy a szülőket, amikor már a szülőknek úgymond nincs szüksége egy 20. pulcsira, vagy még egy fakanára, vagy nem tudom, így anyukákra gondolva, szóval szerintem egy társasjáték, vagy egy kártyajáték az nagyon jó lehet. Egyébként a baráti társaságoknak is, tehát mi mostanában egy csomó baráti társaságunkkal elkezdtünk társasozni. Meg hát amúgy az évek során is társasoztunk, és jól össze tudja hozni az embereket. Mintás zokni, az én következő ötletem, igazából nyilván ez is olyan embernek, aki szereti a mintás zoknikat, és szeret hordani mintás zoknikat. Én mostanában nagyon rászoktam az elmúlt hónapokban, szerintem tök jól feldob egy outfitet, hogyha kirátszik a zokni, és van rajta valami vicces minta, és a legtöbb boltban lehet egyébként kapni mintás zoknit, nem is a legdrágább, de viszont, hogyha olyannak adjátok, akik hordjak. Na, és akkor már egy izgalmasabb fokozat lesz a személyes. Igen. Ajándékok. Tehát, hogyha úgy konkrétan akarsz valamit a fal alá rakni, és hogy tárgyról beszélünk, de már egy sokkal személyesebb verzió, igen, akkor kezd valami. Kezdem én, mert én ezt ajándékötletet egy barátnőmnek, Sasszinak csináltam meg a
19. szülinapjára, hogyha jól emlékszem, ami egy barátságkönyv volt, vettem egy ilyen vastag ablakú füzetet, és beragasztgattam igazából időrendben. Nagyon sok közös képet, írtam melléjük olyan dalszövegeket, amiket együtt hallgattunk, aranyköpéseket, ilyen akármilyen emléket tulajdonképpen, ami az eszembe jutott, és amúgy nem is muszáj időrendben, akár össze-vissza is lehet, ahogy szeretnétek, nem is kell, hogy túl sok minden legyen benne, de nagyon-nagyon örült neki, és tudom, hogy én is nagyon örültem annak a doboznak, amit például Lina csináltam, és egy videó is készült róla, ezt megnézhetitek, itt nagyon régi. Szóval a lényeg annak is az volt, hogy egy sok közös kép, és ilyen személyes, szerintem ez mindenkinek egy szuper ajándék lehet, és viszonylag gyorsan el is készíthető, tehát tényleg csak képeket kell találni, idézeteket, vagy közös emlékeket, és kész is van. Ehhez egyébként egy nagyon-nagyon hasonló ajándék, amit én a húgomtól kaptam még a 18. születésnapomra, az pedig egy olyan kis füzet volt, amiben ő évekre bontotta le. Mert tudom, hogy ebben is mondtad, hogy évek vannak, igen, és akkor bontod le a barátságotokat. Hát nem volt konkrétan, hogy 2012. Na igen, mert hogy nálam viszont pont ez, hogy lebontotta ugye évekre, hát ugye köztünk csak 2 év van, szóval kb. Együtt nőttünk fel. És pont ezért így az évek során így lebontotta a képeimet, de azt is, amikor még ő nem létezett, olyanokat is belerakott rólam babakoromból, és aztán az ilyen közös képeink, és akkor ahogyan lapoztál, mindig egy évet lapoztál át igazából, és utána pedig hagyott is még szabad helyeket, hogy beragasszam majd a későbbi képeket. Szokás szerint persze ezt nem tettem meg azóta sem, de alapvetően az ötlet maga nagyon aranyos, és ezt is tudom ajánlani. Például testvéreknek, szerintem testvérek között ez tökéletesen működik, mert valószínű, hogyha nincsen közöttetek 15 év, akkor elég jól találtok majd közös képeket. Hát igen, kiskoratoktól kezdve. Igen. Jaj. Esetleg, hogyha többen vagytok egy baráti társaságban, szerintem nagyon jó személyes ötlet lehet egy közös póló. Akár úgy, hogy nem is csak te egyedül megveszed az összeset, az összes barátnak, hanem mit tudom én, közösen egymásnak. Nekem is az egyik baráti társaságomban van egy ilyen egyenpólónk. Igazából elég egyszerű, az elején van egy minta, a hátulján pedig a nevünk és egy szám, mi heten vagyunk, és akkor mindenkinek ugye 1-től 7-ig valamelyik szám, de elereszthetitek a fantáziátokat teljesen, hogy mi az a minta, vagy mi az a felirat, amit szeretnétek rá. Szerintem ez egy nagyon-nagyon jó, még akkor is, hogyha mit röviden nem mindenki az egy ugyanazon napon abban megy suliba, vagy ilyesmi, tehát nem is kell, hogy minden ember lássa, hogy egyenpólótok van, de hát, én például szeretek abban aludni, vagy csak úgy igen. Tehát... Vagy akár testvére amúgy tök jó lehet. Igen, igen, igen. Meg nyilván személyes, szóval ez szerintem egy nagyon jó ötlet, de ezt meg lehet csinálni apróságokkal is. Tavaly én kulcstartókat csináltam, hát majdnem ugyanolyan kulcstartókat az egész társaságnak, és akkor ugye olyan volt, hogy végül is egyforma, tehát hogy van valami közös pont benne, úgyhogy igazából nagyon sok ilyen dolog van. Apróságok, meg nagyobb dolog is, amiket egy egész társaságnak elkészítettek. A következő kategóriánk pedig, amit mi a legeslegjobban szeretünk, az az, hogyha élményt adhatunk a másiknak, és nem csak a karácsony nézve, de amúgy a szülinap, most már a szülinapoknál is ugyanígy gondolkodunk, vagy bármilyen alkalom van, akkor igyekszünk így élményekkel gazdagítani az életünket. Szóval szintén egy ilyen basicabb ötlettel kezdeném, mégpedig ide sorolható a színház, a múzeum vagy a korcsolyázás, amik ugyebár pénzbe kerülő programok, és eléggé a télhez köthető, mert a karácsony, a jégkorcsolyázás az a télhez köthető. A színház, mivel egy elegánsabb esemény, én nekem, talán az is kapcsolom így össze, mert amúgy már volt ilyen barátnőkkel, hogy karácsonyra színházat adtunk egymásnak, színházjegyet. De igen, hogy az egy ilyen kiöltözősebb program, és olyan, amire nem hetente jár az ember, tehát nem mondjuk egy mozi, ami azért egy kicsit lejjebbi szint, úgymond, mint a színház. Szóval én szerintem akár valami ilyen elegánsabb eseményt is meg lehet ragadni, és akkor azokat is egymásnak adni. Igen. Mint mondjuk egy kártyára ráírva, hogy, vagy hát magát a színházjegyet, vagy pedig egy kártyára ugye ráírod, hogy ezt adod neki. Igen, igen. Ja. És hogyha a kártyánál tartunk, nekem egyszer anyukám adott hasonló dolgokat, és erről jutott az eszembe az, hogy ilyen élmény kuponok úgymond a másik embernek, ezt akár párkapcsolatban is adhatjátok egymásnak, vagyis hát te adod a másiknak, vagy barátoknak is, vagy még testvéreknek, szerintem ez bárkinek lehet. A lényeg az, hogy csak ráírod a kuponra, hogy miért váltható be, például egy délutáni kávézásra, vagy valami komolyabb programra, akár ez is lehet színház, akármilyen meglepetés színház, vagy mozi, vagy elmentek együtt valami extrémebb programra. Igazából ezt már mind ti tudjátok kitalálni, hogy mi az, amit szeretnétek csinálni, vagy mi az a dolog, amiről már régóta beszéltek, hogy jó lenne csinálni, és akkor most gyártatok akár egy kupon is elég, lehet több kupon is, és akkor az egész év során el lehet őket használni. De ez nagyon-nagyon izgi, én emlékszem, hogy nagyon örültem neki, hogy tényleg bármikor beválthatom, amikor kedvem van hozzá, éppen szomorú vagyok, akkor így vigyél a moziba. Úgyhogy szerintem ez egy nagyon jó ötlet. Na. És élményeket ugyebár nem csak egy embernek, hanem többnek is lehet adni, és
nálunk is társaságban, meg amúgy én is tudom, egy csomó társaságban, akiket ismerek, ez nagyon jellemző, hogy az emberek úgy elmennek, tegyük fel mondjuk vacsorázni, hogy a vacsorát azt egymásnak adják, tehát mindenki mondjuk a jobbra ülőit fizeti, és így egy közös ilyen társasági ajándék lesz belőle. És így is lehet programokat találni, például ott van mondjuk a szabadulószoba, akár mondjuk a jégkocsijáz is lehet ilyesmi, vagy bármi hasonló program, ami ugyebár fizetni kell érte, és akkor ugye a másikét fizetett ki. És itt tök jó, hogy nem csak random így elmentek és együtt vagytok, hanem már egy karácsonyi ajándékként is konkrétan felfogható. És adtok is, és kaptok is, szóval. Igen. És mindenki ugyanazt, hogy nem lesz belőle veszekedés. Igen. Igazából még ehhez fűződne hozzá, hogy egy ilyen közös programként valamilyen vidéki város meglátogatása. Mi Linával imádjuk egyébként a vidéki városokat, mert alapvetően ugye a napjainkat Budapesten töltjük, de egyértelműen nagyon-nagyon érdemes felfedezni vidéki városokat is, akár mondjuk Pécs, én nagyon imádtam Pécset, vagy Szegedet is nagyon imádtam, Győr, oda el akarok menni. A közeljövőben valószínűleg, mert nagyon-nagyon tetszett, hogy ilyen az karácsonyi hangulatot. De egyébként, hogyha nem is karácsony környékén, hanem valamikor januárban, vagy amikor a társaság nagy része ráér, vagy remélhetőleg mindenki, akkor együtt elmentek valahova, és mondjuk az olyan, hogy valószínűleg mindenki magának fizetné. Hát, vagy akár az de, de azért, mert ugye, hogyha egy ilyen kisebb városba mész, úgymond, vagy hát ugye nem külföldre, akkor olcsóbb, csak az utazást kell magát kifizetni. Igen. Hogyha mondjuk nem is alszatok, csak egy napos kiruccanás, és ez meg lehet annyit megengedni. Kipróbáltuk ott minél több dolgot. Igen. Szóval igazából magatoknak is ajándék, de közös ajándék is, mert együtt csináljátok. Igen. És akkor még a videónak a végén egy ilyen 18 karikás ajánló is következik. Ital téren. Szóval a baráti társaságunkban egyre jellemzőbb az, hogy valamilyen alkohollal kapcsolatos ajándékot adjunk egymásnak, és akkor ez most szintén a 18 felettiekhez fog szólni, hogy pár olyan ötlet, amit ilyenkor érdemes adni. Igen. Az első igazából, amit én tavaly kaptam az egyik barátnőmtől, Dettitől, az tojáslikör volt, aminek az volt az érdekessége, hogy úgy adta egy ilyen kis üvegben, hogy ezt mindig kávéhoz öntsem majd hozzá, és iszonyú finom volt úgy vele mindig a kávé. Én nagyon-nagyon imádtam, és nagyon jó karácsonyi ízű is, tehát maga az ízvilág, az, én azt tudom mondani, hogy karácsonyi volt. Szóval, hogyha például, meg nyilván most igazából attól nem rúg be az ember, tehát az nem is az ilyen nagyon 18 pluszos ital, de nekem nagyon-nagyon tetszett, és nyilván energiát is fektetett bele, hogy elkészítette ezt a tojáslikört, úgyhogy nagyon tetszett ez az ajándék. Egy kicsit ivósabb kategóriájú ajándék lett, amit én adtam valakinek tavaly, az egy ivós Jenga játék volt, ugye a Jenga ez a toronyépítős fa játék, amikor ki kell húzogatni a léceket, és kinél dől össze, és az volt a lényege, utána néztem interneten, hogy mindegyikre ráírtam valamilyen feladatot vagy kérdést, és aki azt kihúzta, azt kellett úgymond teljesíteni, ezek nem voltak ilyen, tudjátok, 18 pluszos teljesítendő dolgok egyáltalán. Például ez, hogy nem tudom, igyál bele az italodba, vagy akkor most minden lány iszik, vagy most minden fiú iszik. Tehát, hogy alapvetően nyilván az játék lényeg, hogy igyanak az emberek, de nem ilyen nagyon durván. Tehát, hogy persze, csak ilyen játékosan. Jó, szórakoztató. Igen. És akkor még, ja. Ez, még amit én mondanék ez a témához, az pedig egy olyan ajándék, amit a karácsonyi húzásnál még a suliban, egy barátnőm adott az egyik srácnak, aki nagyon imádta a földrajzhoz kapcsolódó dolgokat, és az űr, meg űrkutatás, meg minden ilyesmit, mert hogy ez volt a kiinduló ötlet, ugyanis egy olyan társas játékot készített el igazából, egy olyan pályát a fiúnak, amiben a különböző, azt hiszem, hogy a bolygók jelölték az állomásokat, és közötte voltak utak megszabva. A bolygók igazából egy-egy kocsmát jelöltek Budapesten, amiket, hát voltak ismertebb és nem annyira ismertebb kocsmák, igen, és volt hozzá egy ilyen használati útmutató, ami leírta azt, hogy egy kocsmatúrát kell majd az egyik random este teljesítenie a fiúnak. Persze nem egyedül, hanem a baráti társaságával. És igen, és annyi volt a lényege, nem tudom, hogy pontosan hogyan működött maga a játék, de hogy azokat az állomásokat, tehát kocsmákat kellett végigjárnia, amik ugye a pályán szerepeltek így körbe, és egyrészt nagyon dizájnos volt, nagyon jól nézett ki maga a játék, és mellette pedig végül is egy kocsmatúrát így, tehát egy éjszakádat meghatározza az adott személy, akitől ugye kapod ezt a játékot, szóval tehát viszont ez iszonyú kreatív. Igen. Nagyon jó. Igen. Úgyhogy igen, de nem inni kell karácsonykor, úgyhogy végül is ez most csak egy ilyen plusz ötletelés volt. Szóval reméljük, hogy tetszett nektek ez a videó, és a leírásban találtok tőlünk még több karácsonyi korábbról készített videót is, ugyanis nagyon-nagyon sokat körbejártuk, nagyon sokszor körbejártuk már ezt a karácsonyi témát. Úgyhogy reméljük, hogy tudtok ötletelni, előre is mindenkinek nagyon szép ünnepeket kívánunk. Igen. Jó, és találkozunk majd a legutolsó karácsonyi videónkban. Így van. Sziasztok!